Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Vendégei, szép jó reggelt, folytatódik a Pirkadat. Itt van egy sztár azokból az időkből, amikor én is még az IFI Parkban csörögtem, derégen volt, de ő még mindig fiatal, és most hozott magával egy fiatalembert. Ez az, amikor a világsztárok úgy döntik, hogy áttérnek a politikába, de azért maradnak a szórakoztató iparban, mert valamiből élni is kell, jobban fizet, nem pandéma idején, mint a politika. Hozott magával egy ifjú politikus palántát, hol találta meg? Jó reggelt kívánok először is önnek is, a nézőknek is. Én, mint az Igen Szolidaritás Magyarország Mozgalom pártnak az országos jelöltállítási koordinátora vagyok, és elhoztam egy, szeretnék bejelenteni, bemutatni egy új jelöltet. Dobos Laci, a Csongrád kettes jelöltje, kettes választókörzet jelöltje. Annyit kell róla tudni, hogy politológus. És mármint végzettségét illetően. Még nem, hanem politológus hallgató. Politológus palánta. Igen, a Szegedi Tudományegyetemen. És mi történt? Sétált az egyetemen, épp egy koncertet intézett, és látott egy fiatal embert, aki ott valami kottát olvasott, és azt mondta, hogy kisfiam, Nem teljesen így történt a dolog, hiszen az ISZOM párt egy innovációval indított még tavaly, amikor is meghirdettük, hogy bárki jelentkezhet képviselő jelöltnek. Aki arra megfelel. Aki arra megfelel, így, ahogy mondja. Hogy bizonyított? Hát volt videófelvétel, volt egy bemutatkozó, de én azt gondolom, hogy erről ő simán tud beszélni. Hogy sikerült ezt a castingot túllépni? Jól sikerült túllépni a castingot. Ugye három szinten folyt ez a személyes meghallgatás, már maga a személyes meghallgatás előtt bizonyos szűrőkön át kellett esni a képviselőjelöltnek, és csak utána juthatott személyes közelségbe a párthoz. Először is a keleti, illetve a nyugat-magyarországi koordinátorokkal volt egy beszélgetés a körzetről, hol akar indulni, mit tud a körzetről. Mennyire beágyazott, mennyire ismerik. Így van. Az egyetemen mennyire népszerű? Évfolyamtársai ismerik, hogy vannak ilyen politikai elképzelései is? Csak azt ismerik, hogy vannak politikai elképzeléseim, igen. És fertőzi őket a szocializmus maradványaival? Én ezt nem fertőzésnek mondanám, én ezt az ország megmentésének mondanám, ezt egy igazi alternatívának mondanám a kapitalizmusra. Önt. Nagyon jó. Hogy milyen felvevő képesség van erre? Mert eladni ezt a terméket, ami már hasonló termék volt itt, de nem 100%-osan sikerült, talán rossz is összehasonlítani a kettőt. Hogy veszik ezt a diáktársai? Szerintem a kettőt nem is érdemes összehasonlítani. Voltak a történelemben próbálkozások, erre mi azt mondjuk, hogy szép volt, jó volt, de mi egy korszerűsített, modern szocializmust akarunk megvalósítani. Az emberek megélhetését akarjuk, hogy jó legyen, ezért kampányolunk a nettó 250 ezer forintos minimálbér mellett. Én gondolom, hogy otthon elgyakorolta, a mamával vagy a papával volt a gyakorlás. Anyukája mit szólt ez az egészhez? Mert ő még biztos emlékszik az új gazdasági mechanizmusra, a próbálkozásokra, a sikerre, meg a sikertelenségekre. Mit mondanak ők? Hát ők támogatnak engem mindenben. Azt mondják, hogy egy korszerűsített, modern szocializmus egy élhető országot fog tudni nyújtani, egy igazi alternatívát arra a helyzetre, amiben most élünk. Na de, kedves jelölt úr, a szocializmus egyik része az össztulajdon, minden mindenki, a társadalomé, akkor tulajdonképpen itt szükség lesz államosításra. Államosítani fognak? Nem, nem fogunk államosítani. Mi teljesen tiszteletbe tartjuk az emberek magántulajdonhoz való jogát. Mi a szövetkezeti alapokat akarjuk lerakni, és támogatni azt, hogy az emberek
a szövetkezeteket létrehozzák, és azon az alapon olyan termelői közösségek jöjjenek létre, amelyek megfelelnek az ország adott régiójához. Ön egy jókedvű ember? Igen. Akkor most jókedvűen adja elő nekünk, hogy egy ötgyerekes családnak miért lenne jó az, ha önök hatalomra kerülnének, illetve a vezetés közelébe lennének. De mosolyogva. Mondhatom én is. Igen. Jó? Egy ötgyerekes családnál ott kezdődik, ugye, hogy ahogy a Laci is említette, először is 250 ezer forint minimálbérről beszélünk, ugye ezért gyűjtjük az aláírásokat, illetve 150 ezer forintos minimál nyugdíjér és 50 ezer forintos családi pótlékért. Én azt gondolom, hogy egy ötgyerekes családnál, mert már ez eléggé megfelel, nem azt mondtam, hogy ez még nagyon gazdag, de már egy élhetőbb jövőt tud adni. Ezért szavazzanak ránk. Értem. Bekerültél egy társaságba, a castingon jól ültél, mosolyogtál, művésznőnek tetszettél, az ott lévő fiú zsűritag is azt mondta, nem lesz nagy konkurencia, jöjjön. Az a mosolygás elnézés, de kevés ez. Hogy tudás siker, is kell. Hogy sikerül az összekovácsolás? Ültök együtt egy szemináriummal agymosás? Hát annak van egy olyan jellege, de alapvetően az egyetemen kívül is van élet, tehát az előadásokon, gyakorlatokon, szemináriumokon kívüli élet az, ami igazán számít, annak egy igen sajátos és nagyon erős közösségformáló ereje van. Hány ember sikerült azóta, mióta ezen a castingon átmentél, megismerkedned, hány ember tudtál meggyőzni, hogy a rövid beszélgetéseidnek van valami zacca is, tehát emlékezni fognak, hogy ez a fiatal ember okos dolgokat mondott. Szűkebb körben ilyen pár száz embert mondanék, ami már egy jó eredmény, azt tekintve, hogy volt egy pandémiai időszak, és azt tekintve, hogy most már szabadabban lehet mozogni. A tágabb körben pedig azt mondanám, hogy egy ilyen 1000 fő körül. A 106 körzetből, 160, ugye? Igen, 106 körzetből. Hány jelölt van már meg? Jelen pillanatban 56 jelöltünk van. Ebből igen. Rá kell kapcsolni. Hát még van időnk azért, úgyhogy. De azt gondolom, hogy meg is lesz ez a 106 jelölt. Budapesten június 17-e óta gyakorlatilag 9 jelöltünk folyamatosan kitelepüléssel gyűjti az aláírásokat ezzel a 250 ezer forintos minimálbérrel kapcsolatban. És hát természetesen országos szinten is, ugye Székely Sándor, aki az országjárással kisebb falvakba helyekre ment le, és ott gyűjti az aláírásokat, nagyon-nagyon jól fogadják, és nagyon sokan egyetértenek. Hol fogadják? Elnézést, hogy beleszólok, tekintem, hogy mi érdekli a nézőnket, meg engem. És a monológot, azt, amikor a színpadon van, akkor tudja, megvan a repertoár, és azon is változtat, ugye látja, hogy kik vannak. Így van. Tehát mennyiben vevők az Isten adta nép az önök elképzeléseire? Érzi azt, amikor a színpadon van? Azt kell, hogy mondjam, hogy még bennünket is tulajdonképpen meglepett az a hozzáállás, az a baráti gesztus, ahogy oda jönnek emberek, és természetes, nem is kérdés, hogy aláírják és támogatják ezt a törekvésünket. Bízunk benne, hogy majd amikor az urnához kell járulni, akkor is ezek lesznek. Indulnak-e végül is az összefogással együtt az előválasztásokon? Nem indulunk. Létrejött-e a Magyar Munkáspárttal az együttműködés? A Magyar Munkáspárttal olyan fajta megállapodás született, hogy ők is besegítenek ebbe a 250 ezer forintos nettó minimálbérgyűjtésbe. Egyéb... Önök is gyűjtenek nekik aláírásokat? Nem, ők gyűjtenek. Hát igen. De inkább azt mondanám, hogy... Eddig tartott mai találkozón, kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában az Iszom egy új jelöltjét látták, és egy igazi táncdal énekest, aki fölött még az idő nem telt el, és aki egyszer megtanulta a mikrofont megfogni, és abban megszólalni. Mindegy, hogy énekel, vagy politikai téziseket mond, tudja, hogy mit akar elérni.
bízom benne, hogy ez sikerül is, és visszavárom Önöket. Nagyon szépen köszönjük. Jövő héten megint lesz egy új jelölt bemutatva. Köszönjük. Köszönöm, hogy itt voltak. Következik Hegyre Randás, a Mazsi Hisz elnöke. Őt már felvételről korábban rögzítettem. Fogadják őt is szeretettel.